Hotel Sóstó, zajlik az átadás átvétel az új szállodánál. Hulladékért virágot, szeptember 21-ig tart az akció. Együttműködés, megnyitották a kórházi könyvtárpontot. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Már az átadás átvételi munkálatok zajlanak a sóstói új négycsillagos 122 szobás szállodában. Helyükre kerülnek az egyedi és típus bútorok, a televíziók, a függönyök, az éttermi textilek és a konyhai üzemeltetési eszközök is. Már az átadás átvételi eljárások zajlanak a Nyíregyháza sóstói gyógyfürdőn épült új négycsillagos 122 szobás szállodában. Megépítésére az önkormányzata a Modern Városok program keretében 3,1 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól. A projekthez társberuházóként 900 millió forintos bankhitellel csatlakozott a Sóstói gyógyfürdők ZRT, melynek vezérigazgatója dr. Podlovics Roland elmondta, az épületben az utolsó simításokat végzi. Augusztus végén lezáródott a műszaki átadás átvétel a kivitelező között. Emellett mind 8-10 szerződés van itt az egyedi bútorok, típus bútorok, a televízióknak, a függönyöknek, az éttermi textilieknek, a konyhai üzemeltetési eszközöknek a beszállítás, az mind-mind egy külön szerződés. És nyilvánvalóan augusztus végén elkezdtük a Hungest Hotellel, mint üzemeltetővel az átadás átvételi eljárást is, hiszen az átadás keretében egyrészt magát az épületet, annak a berendezési egységeit vizsgálja, üzempróbálja az üzemeltető, illetőleg darabszámra az eszközöknek az átvételére is sor kerül. Ennek a átadási eljárásnak a keretében ezen a héten jutottunk el odáig, hogy holnapi naptól kezdődően a televízió, a függönyök felhelyezésre kerülnek már a szobában. Korábban már a televízióknak a felprogramozása az már megtörtént, úgyhogy igazából ez már egy technikai folyamat, amikor az egész rendszert egybe fogjuk látni a hétvégéig. Az egyedi bútorok és típus bútorok, amelyek nem beépítettek, hiszen vannak ilyenek a közösségi területeken, a terasz bútorzat, a wellness bútorzat, ezeknek a széthordására is ezen a héten kerül sor, szintén a lámpatestek, világítótestek, éjjeli lámpák, és ezeknek a széthordása mellett olyan elemek, amelyek vagyonvédelmi szempontból még nem kerültek kihelyezésre, értem például a telefonok a szobákba, ezek is elhelyezésre kerülnek. Tervény szerint a jövő hét folyamán kerül sor a leálltás szerinti átadás átvételi eljárás lefolytatására. Ez egy több napos folyamat lesz, amikor az egész házon még egyszer végigmegyünk, és a Hungest által kollégáival közösen leálltás szerint is átadjuk üzemeltetésre az eszközöket. Tervezetten szeptember hónap közepén lezárjuk ezt a folyamatot, és onnantól kezdve elkövetkezik az az időszak, amikor maga az üzemeltető már magára a nyitásra, a szálloda megnyitására fog felkészülni. Ez szerződés szerint egy 30-45 nap közötti időintervallum. A tervek szerint a szálloda októberben nyitja meg kapuit. Már tart a Hulladékért virágot elnevezésű akció, szeptember 21-ig a Korányi Frigyes utcai hulladék udvarban adhatók le a külön válogatott hulladékok. Többek között papír és műanyag hulladékért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Idén is megszervezte a Hulladékért virágot elnevezésű akcióját most szeptember 9-e és 21-e között. Az akció fő helyszíne idén is a Korányi Frigyes utcai hulladékudvar. A két hét során a külön válogatott papír, műanyag, öblös üveg, fém és csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért növényi hulladékból készült komposztot vagy utalványt kapnak a résztvevők. Utóbbi is igen kedvelt, hiszen az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél, valamint a cég több partnerénél közel 20 helyszínen váltható be. Változatos a felhasználási lehetőség, a beváltatási lehetősége. Tulajdonképpen Nyíregyházán számtalan helyen be lehet váltani. Ezek közé a teljesség igénye nélkül tartozik az Aquarius élményfürdő, a Móricz Zsigmond Színház, különböző optikák, azután a két virágkertészet is, ahol fás és lágyszárú növényeket lehet beszerezni, de megemlíteném a Nyírvévét, ahol parkolóbérletet is lehet váltani. Az akció keretében idén is meghatározták, hogy a leadott, külön válogatott hulladék mennyit is ér. 7 kg papír például 50 forintot jelent utalvány esetében.
Ösztönöznék mindenkit arra, hogy hozza be a hulladékát, mert ahhoz, hogy hozzájusson egy olyan utalványhoz, amivel esetleg a környezetét, vagy a közérzetét szebbé tudja tenni, és jobbá tudja tenni, ahhoz nem kell más, csak a számára már értéktelen csomagolási hulladékot kell összegyűjteni, és behozni a Korányi úti hulladékudvarba. Nagyon sokan kedvelik ezt az akciót, és nagyon sok látogató van a hulladékudvarnak. Éves viszonylatban tavasszal és ősszel összességben közel 100 tonna hulladék is begyűjtésre kerül, és ez úgy gondolom, hogy nem elvetendő, mert ezzel is csökkentjük a környezet terhelését. Az akció ideje alatt a Korányi Frigyes utca 3 szám alatti hulladékudvarban adhatóak le a hulladékok hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 7 és 17 óra között, szerdán reggel 7 és este 19 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között. Közel 100 millió eurós befektetést tervez az Electrolux Group nyíregyházi hűtőgépgyárában annak érdekében, hogy növelje felső kategóriás termékportfóliójának versenyképességét és biztosítsa a fenntartható növekedést. Ez a legnagyobb volumenű Electrolux beruházás Magyarországon, mióta a cég 1991-ben megkezdte működését az országban. 2020 és 2023 között fejleszt majd az Electrolux városunkban. A beruházás összegét az ipar 4.0 szabványoknak megfelelő digitális, ipari automatizációs és robot technológiák beszerzésére, alkalmazására fordítják. Az üzemben nagyrészt intelligens, okos berendezések készülnek majd. Elszabadultak az albérletárak, és sem Budapesten, sem az ország nagyvárosaiban nem lehet 100 ezer forintért kivenni egy átlagos ingatlant. Ezt állítja a Jobbik Magyarországért mozgalom. A párt ezért országos aláírásgyűjtő kampányt kezdeményez. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke kedden Nyíregyházán arról beszélt, hogy az albérletárakat a fiatalok már nem tudják megfizetni, s az aláírásgyűjtéssel azt kívánják elérni, hogy a kormány és a helyi önkormányzatok foglalkozzanak a kérdéssel. A Jobbik ugyanakkor bérlakás építési programot szorgalmaz, és felmérni az üresen álló önkormányzati lakásokat, hogy azokat azonnal igénybe vehessék a rászorulók, és lakhatási támogatást is biztosítani a fiatalok számára. A Jobbik célja tehát Mi Várunk című bérlakásépítési programjával és otthonteremtési programjával az, hogy lakások ezreit emelje évente. Emellett az üresen álló ingatlan állományt is szeretnénk felmérni, ebből a lehető legtöbbet visszahozni a magyar életbe és bérlakás formájában szintén elérhetővé tenni. Harmadik pillérként, harmadsorban egy lakhatási támogatási rendszer dolgoztunk ki. Együttműködési megállapodást írt alá Józsa András oktatókórház dr. Kálai Rudolf orvostudományi szakkönyvtára és a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az új kórházi könyvtárpont szép irodalmat, napi és heti lapokat kínál az egészségügyi intézmény betegeinek, orvosainak, gyógyítóinak és a környék lakóinak. 100 könyv, beiratkozási és kölcsönzési lehetőség, ez az, ami mostantól fogadja a Kórházi Közművelődési Intézményben az olvasókat. A cél, hogy minden eddiginél több városlakót elérjenek, a kórházi intézmény pedig szolgáltatásait igyekszik bővíteni. Így fogalmazták meg a közös célt, és eszerint született az együttműködési dokumentum. Közös volt az elgondolás, hogy a szolgáltatásainkat bővítsük, és minél több állampolgárt érjünk el, és a könyvtári szolgáltatásainkat minél több lakosnak, illetve itt a kórházban dolgozóknak, betegeknek, a kórház környékén élőknek, az orvosi szakkönyvtár egy színesebb szakirodalom mellett szép irodalmi szolgáltatást is tudjon nyújtani. Ehhez a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár negyed évente cserélő szép irodalmi állományt helyezett el itt a könyvtárba, illetve 7 folyóiratot, napilapot rendeltünk meg. A kórházban is telepített Huntéka integrált könyvtári rendszer alkalmas mind a központi, mind a fiók könyvtárak szolgáltatásaihoz. Elvárás, hogy közel legyen a gyógyításhoz, megfelelő informatikai háttérrel rendelkezzen, ne csak beteg, de ember közeli is legyen, szólt a kibővült orvosi könyvtár filozófiájáról a főigazgató. Fontos, hogy az íróasztal és a betegágy mellé juttassuk el az információt, meg az élményt.
A épületeknek, az infrastruktúrának a fejlesztése kapcsán, tehát gondolok itt a tömbkórházra, a parkolóházra, itt a kórház területén belül, a könyvtárunk korábbi helye már nem volt alkalmas arra, hogy ugye úgy beugrik egy orvos, vagy egy ápoló, vagy bárki más háttérszolgáltató személyzet bárminek utána nézni. Ezért döntöttünk úgy, hogy miután itt ugye a tömbkórházzal olyan funkciók kerültek át az új épületbe, mint előadóterem, itt egy előadóterem felszabadult, és ide hoztuk be a könyvtárat. A kiégés ellen mindenkinek jót tesz kicsit kilépni a szakmából, és könnyen, gyorsan hozzájutni a szórakoztató irodalomhoz, színes lapokhoz. Nőklapja, természetgyógyász, Fit magazin és a többi folyóirat is az olvasók rendelkezésére áll. A megyei könyvtár konkrétan személyes látogatás kapcsán én hoztam, minden héten hoztam, vittem a könyv, ezeket a könyveket. Egyrészt ez adta az ötletét annak, hogy legyen egy ilyen együttműködési megállapodás, másrészt pedig az, hogy valóban a dolgozóink például nem tudnak munka után feltétlenül oda menni, amikor ők nyitva vannak, és akkor így jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen letéti állomány, egy könyvtárpont úgymond. A kórházi könyvtár a szórakoztató irodalom és a napi heti lapok mellett továbbra is nagy gonddal őrzi, digitalizálja és rendszerezi a gyógyítással kapcsolatos dolgozatok, tudományos folyóiratok gyűjteményét, hiszen a 100 éves intézmény lényegi feladata mégiscsak a gyógyítók kiszolgálása. Idén is lehozzák önnek a csillagokat. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Baleset történt kedd délután Sóstóhegy és Kemecse között, két személygépkocsi ütközött, az egyik autó áttért a szemközti sávba, és ott ütközött a másik vele szemből érkező, szabályosan haladó autóval, egy embert kórházba szállítottak. A négyes számú főútvonalon Nyírpazony külterületén is történt baleset, kedd este egy utánfutót vontató kisbusz akart letérni a főútvonalról, ám a mögötte érkező személygépkocsi vezetője erre későn reagált, így történt az ütközés. A balesetben senki nem sérült meg. Baleset történt szerda délelőtt Nyírszőlős belterületén, a Szegély-Boglárka utca kereszteződésénél. Két autó ütközött, vélhetően elsőbségadás elmulasztása miatt történt a baleset. Baleset történt a Simai úton, szerda kora délután a vasúti átjárótól nem messze. Egy kanyarodó személygépkocsi és egy egyenesen haladó teherautó ütközött, két sérültje volt a balesetnek, az anyagi kár is jelentős. Színházi előadások, gyermekeknek szóló műsorok és koncertek is lesznek a Váci Mihály Kulturális Központban. Idén is megszervezik a népszerű Lehozzuk önnek a csillagokat elnevezésű rendezvénysorozatot. Erről tartottak sajtótájékoztatót. Negyedik alkalommal szervezték meg a programsorozatot, mely élményt kínál gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az igény szüli évente a kultúra barátoknak szóló eseményeket, a Like tehetségkutató versenytől az Idősek Akadémiájáig. Szeptember 27-én Bagdi Bellai zenekarával kezdünk, októberben már az első színházi darabunk is lesz, a Pletyka Fészek című bohózat, amelynek szereposztása önmagáért beszél, majd másnap 19-én a platina lemezes, háromszoros aranylemezes Honey Beast élő koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők. Novemberben is folytatódik a sztárok csillogása, a csillagok eljövetele. Szintén lesz egy vígjáték, a Vörös Bestia az új színház előadásában, illetve adventi koncertre várjuk az érdeklődőket. Szentpéteri Csillai zenekar a sztár vendéggel, Feke Pállal lép a közönség elé a Csillagpor koncerten december 6-án. Előszilveszteri nagy operett is lesz december 28-án a Marica grófnő. Nyíregyházára érkezik az új színház a Bolondok grófjával majd februárban, ismét a Veresegy Színház látogat a Kulturális Központba. A folytatásban itt lesz majd Szinetár Dóra és Serván Attila, Sel Judit és László Boldizsár, Pokornilia és Őze Áron, Mihályi Győző és Mészáros Árpád Zsolt. Nagy igény van a nyíregyháziaknak, vagy a környékben lakóknak arra, hogy különböző kulturális szolgáltatásokat kapjanak. Ezt egészíti ki egyébként az a aláírás, amely az az együttműködési szöveg aláírás, amelyet a Váci Művelődési Központ és
a Jóss András Múzeum igazgatója írt alá, amely teljesen különböző intézmények között köttetett azért, hogy a látogatókat közösen célozzák meg, és minél szélesebb körben próbálják a különböző kulturális szolgáltatásokat adni. 2,5 éve készül a két intézmény a korábban is jól működő informális kapcsolatot hivatalossá tenni. Most már kialakultak azok a rendezvények, azok a folyamatos rendezvények, amikre tudunk együttműködni. Ilyen például a múzeumok éjszakája, a múzeum által szervezett őszi tárlat, vagy a Krúdi napok, amit a Váci szervez. De sok más program tekintetében is tudunk kulturálisan együttműködni. Nagyon fontos számunkra az, hogy reklámfelületet is biztosítunk egymásnak. A Józs András Múzeum, a Kállai Gyűjtemény, illetve a Múzeumfalu több mint 100 000 látogatója és a Váci Mihály Kulturális Központ 450 000-es vendégserege is garancia lehet a programok népszerűsítésére. A szerdán aláírt 22. múzeumi együttműködési megállapodás is szól a 10%-os belépési kedvezmény lehetőségéről, mellyel valamennyi kulturális egységben élhet a közönség. Az idei első őszi közös rendezvény az őszi tárlat lesz, melynek megnyitójára péntek délelőtt 11 órakor kerül sor. A hétvégén elrajtol az idény a férfi kézilabda bajnokságban. A Nyíregyháza az ősi rivális Ózd ellen kezdi a pontvadászatot hazai környezetben. A csapat célja, hogy az élmezőnyben végezzem. Riválisokban nem lesz hiány a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjában. A nyíregyházi férfi csapat egy csoportban szerepel két, tavaly még az élvonalban szereplő gárdával is. A Cegléd azonnal szeretne visszajutni, és az edző meccseken rendre le is győzték az NB1-es együtteseket, de erős kerete van a Vecsésnek, a Kecskemétnek és az Algyőnek is. A nyírségiek szakmai stábja is igyekezett a nyáron megerősíteni a csapatot, így több új játékos is érkezett, a cél pedig az első hatba kerülés. Azt látni kell, hogy évről évre erősebb ez az NB1-B-s csoport. Csak egy példát hadd mondjak, a két kieső, akik NB1-ből kiestek, a Cegléd, illetve a Vecsés és hozzánk, tehát a keleti csoportba érkezett. A Cegléd szeretne visszajutni, látszott a nyári átigazolások alkalmával, hogy nagyon jó elerősítettek. Korábbi válogatott játékosokat, egy komplet NB1-es profi csapatot sikerült tető alá hozni. És hogy mennyire erős az NB1-B, azt mutatja azt is, hogy a Cegléd sorba verte az első osztályban, az első osztály másik felében lévő csapatokat, tehát nyertek Gyöngyösön most a felkészülési torna során, nyertek Orosházán, de a Kecskemét is. Úgyhogy azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon erős mezőny várható. A célkitűzés valóban az első 6 hely valamelyikének megszerzése, de ahogy láttuk a tavaly évben, tehát az utolsó fordulóban dőlt el, hogy végül kiesik ki, vagy kimarad bent a bajnokságban. Én azt gondolom, annyira szoros lesz ez a mezőny, hogy nyugodtan lehetsz a 8., de 1-2 ponttal akár a 3. helyen is. Hát a célunk az mindenképpen azért, hogy az első 6-ban szerepeljünk jövőre. A keretben vannak változások. Olá Zoltán, Horváth Bendegúz, Fúris Roland és Boda Tamás távozott. Kapusposztra visszatért Nagy Levente, a jobb szélre pedig Gidai Máté, Páncél Zoltán pedig egy ózdi kitérő után lett ismét a Nyíregyháza játékosa. Sikerült szerződtetni Egerből Dobó Zsoltot, aki balátlövőként bevethető. Stáb Bence is Nyíregyházán folytatja, az irányító Ózdról érkezett. Így aztán több játékos számára pikáns lesz az első bajnoki, mivel épp az ősi rivális Ózd lesz a csapat ellenfele szeptember 13-án pénteken. A találkozó 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, az NTV vasárnap este felvételről közvetíti a mérkőzést. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Már az átadás-átvételi munkálatok zajlanak a sóstói új 4 csillagos, 122 szobás szállodában. Helyükre kerülnek az egyedi és típusbútorok, a televíziók, a függönyök, az éttermi textilek és a konyhai üzemeltetési eszközök is. Már tart a hulladékért virágot elnevezésű akció. Szeptember 21-ig a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban adhatók le a külön válogatott hulladékok. Utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők. Az új kórházi könyvtárpont többek között szépirodalmat, napi és heti lapokat kínál az egészségügyi intézmény betegeinek, orvosainak, gyógyítóinak és a környék lakóinak. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, rögtön jön az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap is várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!